Sarkvidéki hidegért eltérségünket folyamatosan dolgoznak Miskolc útjain. Az országban másodikként áldozatsegítő központ nyílt Miskolcon, a rászorulókon segítenek. Szabadidőközpont épül a Lévai gimnáziumban, uszoda és tornacsarnok is lesz benne. Ez a Miskolc ma, március 19-én hétfőn, 18 óra van. Jó estét kívánok! Jönnek a részletek! Átlagosan mintegy 15 cm hó, amit a 70-90 km/órás széllökések néhol hatalmas remeltek. Így érkezett szombaton éjszaka Miskolcra a sarkvidéki hideg. Bár vasárnap folyamatosan dolgoztak az utak rendbetételén a városgazda munkatársai, ám a hóeltakarítás a szél és a hó miatt kevésbé volt hatékony. Miskolcon még hétfőn reggel is téliesek voltak az útviszonyok, de délutára jelentősen javult a helyzet. Látványos eredményt a városgazda munkatársai keddre ígérnek. Vasárnapi utcakép Miskolcon. Viszonylag nagy mennyiségű, átlagosan 15 cm hó hullott szombatról vasárnapra viradóra. Az erős szél pedig a havat helyenként annyira összefújta, hogy volt, ahol sokkal nagyobb hóréteg alakult ki az átlagosnál. Tegnap nem értem haza, úgyhogy osztálytársamnál aludtam, és akkor most hoztak be, és most megyek majd haza, hogyha sikerül. Szonda Hajnalka egyike volt azoknak, akik a hirtelen téliesre fordult időjárás miatt nem tudtak időben hazaérni. De hasonlóan jártak azok a belföldi turisták is, akik a hosszú hétvégére Miskolcon szálltak meg. Ami tőlünk telt ugye jelenleg, az az volt, hogy ugye kedvezményesen, vagyis díjmentesen mindenféle ellenszolgáltatás nélkül biztosítottuk nekik azt, hogy jelenleg a szobákban hosszabb ideig tartózkodjanak. Volt, aki csak később indult vasárnap haza, és olyan vendég is, aki még egy éjszakát Miskolcon töltött. A rendkívüli időjárás nem csak a mentőknek, hanem a tűzoltóknak is adott bőven feladatot. Csak szombatról vasárnapra virradóra a tűzoltók 32 esetben vonultak ki. Mintegy 20 esetben nyújtottak segítséget a megye útjain, a hó és a szél miatt elakadt autósoknak. A havazás szombaton este kezdődött és vasárnap délig folyamatosan esett. Helyenként 70-90 km/órás szél nehezítette Miskolcon az utak takarítását. A hétvégén 11 munkagép és 6 szóróautó takarította a közösségi közlekedéssel érintett főutakat Miskolcon. 70-90 km/órás széllel érkezett a hó, és ezért az eltakarított szakaszokon nagyon sok helyen visszafújta a havat az országútra, illetve azokra a közutakra, amit már egyszer letakarítottunk. Sajnos a szófúvások miatt a kezdeti időszakban nem tudtunk sózni, ennek következtében jégbordás, illetve csúszós útszakaszok alakultak ki. Ennek a rendbetétele ma reggeltől kezdődött meg. Miskolcon hétfőn délutánra az utak és a járdák nagyrészt latyakosak, vizesek voltak. A főbb útvonalakon pedig eltűntek a jégbordák is. A városgazda jelenleg 270 embert foglalkoztat az utak és a járdák megtisztítására, és továbbra is járja az utakat 8 sószóró és 11 munkagép. A városgazda látványos eredményt keddre ígér Miskolcon. A főbb közlekedési utak megtisztítása után a mellékutak és a járdák rendbetétele a feladat. Ez pedig már Gesztely határa. Hétfőn napközben még járhatatlan volt a Gesztely Újharangod és a Vilmány Fony közötti szakasz. Még délután is járták a munkagépek az utakat, hogy megtisztítsák a hótól a járhatatlan szakaszokat. A közút 51 gépe dolgozott hétfőn is a megye közútjain. Épp egy hete még 20 fok volt a nappali csúcshőmérséklet. A sarkvidéki hideg viszont nagy hóval érkezett szombaton, jelentős lehűlést hozva magával. Holnap még mindenképpen marad ez a télies időjárás, újabb gyenge, többnyire gyenge havazás várható, de egy pár centi hó akár itt le is esett Miskolcon, és utána fokozatosan, de csak lassan javul az idő. Előbb a felhők tűnnek el, kisüt a nap, nappal már kicsit enyhébb lesz, de mivel kiderül éjszakára is hó van, ezért az éjszaka pedig hidegebb lesz, akár mínusz 6, mínusz 8 fokos fagyok is várhatók, még akár csütörtök, még akár péntek reggelre is. A nappali melegedés csak hétvégétől erősödik. Ekkortól gyengülnek az éjszakai fagyok is. Az előrejelzések szerint az igazi enyhülés jövő hét hétfőtől várható, de még akkor sem éri el a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlagot.
Minden eshetőségre felkészült a város, így nem fordulhat elő, hogy a Szimba-patak kiöntsön. 1000 szám áll rendelkezésre, homokzsák. A szakemberek 24 órában figyelik a patakot, hogyha a kritikus szint felé érne a vízszint, azonnal adott esetben időben lehessen reagálni. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az eseményeket, úgyhogy probléma nem lehet. Hubai György szerint a miskolciak nyugodtak lehetnek. A rendészeti bizottság elnöke azt mondta, folyamatosan figyelemmel kísérik az árvíz helyzetet, így az esetleges áradás nem fogja felkészületlenül érinteni a várost. 70 fő folyamatosan készenlétbe áll, tehát 24 órában, természetesen váltásokban készenlétben vannak. 3000 homokzsák meg van töltve, és a szállítás is természetesen megoldott. A rendészeti bizottság elnöke szombaton a városgazda, a katasztrófavédelem és a vízügy szakembereivel látogatott ki a Szimba-patak Molnár csárda feletti szakaszához. A Szimba-patak február végétől szoros ellenőrzés alatt van, ezért a hirtelen bekövetkező bármilyen vészhelyzet abszolút kizárható. Ezt már a városgazda ügyvezetője mondta. Schweighardt Gyula hangsúlyozta, folyamatosan egyeztetnek a vízügyi igazgatósággal és a vízközműszolgáltatóval, és az óvodás alakulásának megfelelően hozzák meg az intézkedéseket. Az elmúlt két hétben nem volt olyan időpont, amikor árvízi veszély állt volna fönt, szerencsére folyamatosan kontrollálni tudtuk a folyamatokat. Az elmúlt napok eseményei alapján azt látjuk, hogy az olvadás az beállt arra a szintre, honnan már nem fog növekedni a vízszint, illetve a víznek az áttetszőségéből is látszik, hogy már ez nem az a zavarosodott olvadékvíz, olyan nagymértékű olvadásra látszik, ez már egy áttetsző víz. A tér visszatérése miatt az elkövetkezendő napokban az olvadás gyorsulásával nem kell számolni. Ez a meghozott intézkedések, illetve a folyamatos ellenőrzés biztosítja a nyugalmat és a biztonságot a város lakói számára. A főváros után az országban másodikként Miskolcon nyílt áldozatsegítő központ. Ha valaki áldozattá válik, az állam nem hagyja magára. Minden szükséges jogi és lelki segítséget megkap a megyeszékhelyen. A központban pszichológusok, jogászok és pedagógusok adnak személyre szabott tanácsot és menedéket a rászorulóknak. Az elesetekkel, a kirekesztettekkel, támogatásra és segítségre szorulókkal türelemmel és szeretettel kell bánni. Testi vagy lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás vagy vagyoni kár miatt megváltozott helyzetük helyreállításához kaphatnak segítséget a rászorulók az irodában. Csöbör Katalin arról beszélt, hogy ma Magyarországnak van lehetőség egy ilyen központ létrehozására. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, ez azért lehetséges, mert az erőt az ország felvirágoztatására lehet fordítani. Minden erőnkkel megpróbáljuk a legjobbat adni az itt élőknek. Önmagunkért dolgozunk, a saját életünket éljük, és közös jövőt építünk. Ugyanakkor fontos azt tudatosítanunk, hogy ez nem volt mindig így. És ha nem vigyázunk, könnyen el is veszíthetjük ezt a szabadságot. Az elmúlt 8 év alatt Miskolc jelentős eredményeket ért el a közbiztonság javításában, fogalmazott Kriza Ákos a központ átadóján. A polgármester hozzátette, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is csaknem 60%-kal kevesebb lett. Ha csak egy bűncselekményt követnek el, már akkor is van áldozat. Ezeknek a rendszereknek a kialakítása komoly vívmány, közös állami és önkormányzati feladat. Az áldozatsegítés a másik irányból támogatja a közbiztonságnak, a polgárok biztonságának az erősítését. És az, hogy az áldozatsegítő központok egy ilyen holisztikus szemléletben összefogják mindazoknak a munkáját, akik az áldozatokkal foglalkoznak. Az igazságügyi minisztérium tavaly megfogalmazta az áldozatsegítés legfontosabb céljait. Az áldozatvédelem és segítség a kormány számára kiemelt. A Miskolci Központ létrehozásával elindul az áldozatsegítő központok országos hálózattá szervezése. Hogyha valaki áldozattá válik, nem hagyjuk magára. Van hova fordulnia, és minden szükséges segítséget megkap. Ennek jegyében országosan és helyi szinten is ismerté és hozzáférhetővé kell tenni az áldozatsegítő szolgáltatásokat. A fővárosban tavaly nyitották az ország első áldozatsegítő központját. Azóta csak nem 230-szor nyújtottak áldozatsegítő szolgáltatást, és az érintettek mintegy 40%-a vidéki volt. Vészjelző segélyhívó karórát kaptak az alsózsolcai idős emberek.
A készülék nagy segítséget nyújthat azoknak, akik egyedül élnek, hiszen az óra akkor is segítséget hív, ha szépkorú elveszti az eszméletét. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idősügyi infokommunikációs programjában több mint 1000 vészjelző karórát osztanak ki, főleg a hátrányos helyzetű településeken élő idős embereknek. Különleges órák sorakoznak az asztalon, a készülékeket az alsózsolcai idősek kapják. Az órák egyik feladata természetesen az, hogy mutassák az időt, de ettől sokkal többre képesek, akár életet is menthetnek. Nagyon szépen köszönöm. Orosz Sándorné már elmúlt 80 éves, azt mondja, ezután sokkal nyugodtabb lesz, hiszen volt már rá példa, hogy amikor a férje rosszul lett, hirtelen nem tudta, mit tegyen. Bizony az okos fejemmel semmit nem tudtam, annyira ideges voltam, annyira pánikoltam, hogy nem tudtam, hogy mit kell csinálni. És ez a készülék, gondolom, hogy azért csak fog figyelni, és csak jó lesz. Az óra tetején lévő nagy gombot megnyomva a szépkorúak segítséget kérhetnek egy szociális gondozótól, vagy akár saját rokonuktól is, sőt az óra, ha szükséges, magától is jelez. Akkor is képes jelezni, hogyha az idős egyébként rosszul lesz, és már nincs olyan beszámítható képessége, hogy maga jelezzen. Ennek ez egy óriási előnye, illetve nagyon fontos előnye, hogy nagyon tisztán lehet vele beszélni. Nem kell levenni zuhanyzáskor, ami ugye az idősek számára egy nagyon nagy kockázat, mert ütés és vízálló. Az idősek az értékeink őrei, így fogalmazott Csöbör Katalin. A terület országgyűlési képviselője elmondta, az idős embereket meg kell óvni, és a bölcsességükre támaszkodva kell továbbépíteni Magyarország jövőjét. Én nagyon boldog vagyok, és büszke arra, hogy Magyarország ilyen jelzőrendszert képes működtetni, és ilyen szociális intézkedéseket képes végrehajtani. Nekünk nagyon fontos, hogy ezeket az elért eredményeinket a jövőben is így tudjuk működtetni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idősügyi infokommunikációs programjában több mint 1000 vészjelző karórát osztanak ki, főleg a hátrányos helyzetű településeken élő idős embereknek. Épül a Lévai József Református Gimnázium és Kollégium több funkciós szabadidőközpontja. A régi sportcsarnokot lebontották már, a zord téli időjárás azonban legalábbis egyelőre hátráltatja a munkálatokat. A Rákóczi utca föld szintjéről gyakorlatilag az uszodába jutunk be, és az emeleten lesz a tornacsarnok, amelyik a Papszer utcáról is megközelíthető. Ábrám Tibor mutatja, hogy néz majd ki a Lévai József Református Gimnázium új többfunkciós épület együttese. A régi tornaterem helyén egy uszoda épül, arra pedig egy új tornaterem. Az épület ötszintes lesz, két külön bejárattal. Jó ütemben halad a munka. Ha az időjárás nem késlelteti, akkor vélhetően a kivitelező által elképzelt ütemben folytatódik majd. Most egy nagyon nagy része már a bontási munkálatoknak az elkészült. A testnevelés órákat azt nagyon-nagyon szoros módon tudjuk megszervezni. Egy nagy tantermet átalakítottunk tornaszobává, és hát jó idő esetén az avasi lépcsőket is használják testnevelés órán a diákjaink. A régi sportcsarnokot már lebontották. A kivitelező azonban az időjárás miatt egyelőre nem tud az előre tervezett menetrend szerint haladni. Demkó László azt mondta, most néhány napot várnak, és vélhetően csütörtöktől folytatják a munkát. A bontási munkák nagy része elkészült, és jelenleg előkészítés alatt van a meglévő épületnek az alapmélyítési munkái, illetve a Papszer utcának a celeptánfal kivitelezésének az előkészítése folyik jelenleg. A Lévai József Református Gimnázium és Kollégium Sport és Szabadidő Központja várhatóan 2019 végére készül el 2,5 milliárd forint kormányzati és Széchenyi terves támogatással. A labdarúgó NB1 23. fordulójában a fővárosban mérkőzött egymással a Vasas és a DVTK. A mindkét oldalon több helyzetet hozó mérkőzés utolsó pillanatában egyenlíteni tudott, és így egy értékes pontot szerzett a DVTK. Az egy pont begyűjtése után a piros-fehérek 29 ponttal a 7. helyet foglalják el.
A 10. percben ugrai labdaszerzéséből alakult ki a bajnoki első komoly lehetősége, de a befejezés ezúttal nem volt sikeres. A félidő végjátékához közeledve egy Gyurcsát követően ugrai Bacsát indította, aki gólhelyzetben törhetett kapura, de hosszan tolta meg a labdát, és így maradt a 0-0. Az 56. minutában a vasas szögletéből az előrehúzódó Vaskó fejelt kapura, Antal kapus nagy védéssel segítette így csapatát. A 63. perc hozta a találkozó legvitathatóbb jelenetét. Sessako vívelésére Ioannidis próbált mozdulni, akit Vaskó büntető térően gátolt meg abban, hogy labdához érjen. Ám néma maradt a játékvezető sípja. 71 perce tartott már a mérkőzés, amikor Berec lőtte kapura a labdát. Nem tűnt egy háríthatatlan lövésnek a próbálkozás, ám érthetetlen módon Antal nem a kezét, hanem a lábát akarta használni, de mellé rúgott, és már vezetett is a vasas. Egészen másképpen avatkozott játékba, a másik oldalon ugrai szabadrúgása után nagykapus, és megvolt a védés. A 85. percben két káprázatos megoldást láthattunk. A beadást követően Ioannidis lövése, majd a kapus védése is a bravúr kategóriába tartozott, maradt a vasas vezetés. Tovább fokozta a nyomást azonban ellenfele kapuján a Diós György, de végül Szarka Ákos kezezése miatt szabadrúgást ítéltek a vasas javára. A DVTK fizikai és mentális erejét dicséri, hogy nem adták fel, nem álltak le, és a hosszabbítás utolsó pillanataiban az előrehúzódó Brükovics fejesével egy pontot szerzett végül a DVTK. Azért van bennük hiányérzet, mert akart küzdött a csapat, de nagyon sok hibával játszottunk, és saját magunkat nem ajándékozzuk meg, sőt a szurkolókat, a klubot nem ajándékozzuk meg azzal a sikerrel, amiért megdolgoznak a játékosok az utolsó pillanatig. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy attól függetlenül erre lehet építeni a hozzáállásra, a játékra nem feltétlenül. A szakmai igazgatóval készült beszélgetésünket keddi sportmagazinunkban láthatják. A Vasas DVTK bajnoki mérkőzést pedig terveink szerint pénteken 20 óra 30 perctől tekinthetik meg majd nézőink. Szombatesti győzelmükkel bejutott az Erstei Jégkorongliga döntőjébe a DVTK Jeges Medvék. A címvédő Miskolci együttes az elődöntő 5. mérkőzésén 4-1-re legyőzte Csíkszered a csapatát, és így szintén 4-1-es összesítéssel bejutott a pénteken kezdődő fináléba. Teltház előtt remek hangulatban kezdhették a csapatok az elődöntő 5. párharcát, mely során az volt a tét, ha a piros-fehérmezes házigazda győz, bejut a döntőbe. De amennyiben csíki siker születik, akkor a kék-fehérek szépítenek a 4 győzelemig tartó sorozatban. A remek felfogásban szereplő Jeges Medvék a 8. percben szerezték meg a vezetést a bődületes bombagolt szerző Colin Joe jó voltából. Mindösszesen 20 másodperc telt el, és Berta Ákos is beköszönt, így már a második gólnak örülhetett a szép számú publikum. A következő gólt már a második harmadban, a találkozó 24. percében láthattuk, Láda Balázs lövése után a kapusról kipattanult Magosi Bálint ütötte a hálóba. 3-0. 12 perc elteltével egy védő takarásából Gecse húzta kapura a korongot, ami a végig jól védő Adorján Attila kesztyűjéből perdült a hazai hálóba. 3-1. Ám erre gyorsan 78 másodperc elteltével válaszolt is a házigazda. Magosi okos keresztpassza gólhelyzetben találta Galaniszt, kinek első lövését még hárította Rucuj kapus, de az ismétlés már gól lett. A végül 4-1 arányú miskolci siker pedig azt jelentette, hogy a Jeges Medvék összesítésben is 4-1-jel újra ott vannak a fináléban. Az alapszakaszt követően jelentős formajavuláson áteső Csíkszereda pedig az Erste Liga harmadik helyét szerezte meg. Mai mérkőzés fejbe is elfáradtunk, tehát ott már szerintem fejbe megomlottunk. Ugye kaptunk két gyors gólt az első harmadba, és szerintem az rápecsételte a mérkőzésre a bélyegét, rányomta. Az elődöntőt lezáró győzelem megszerzéséhez sokat segített, nyugalmat adott a csapatnak a Berta Ákos által szerzett második hazai gól. Mindig próbálunk jól sáfakodni abban a kis jégidőben, amit az edző rám bíz, illetve próbáljuk megoldani azt a feladatot, ami egy úgymond negyedik sornak a feladata. Néha sikerül a góllövés, de nekünk az első feladatunk az, hogy ne kapjunk gólt, úgyhogy ez szerintem nem fog változni, de mi megpróbálunk minél többször betalálni és ebben segíteni a csapatot. Az elődöntő 5. most összefoglalt találkozóját keddi sportműsorunk után 19 óra 30 perctől tekinthetik meg nézőink. 3 nap elteltével pénteken pedig már elkezdődik a 4 nyert mérkőzésig tartó finálé is,
a MAC Budapest és a címvédő DVTK Jegesmedvék között. Az első találkozót a fővárosban rendezik pénteken 19 órás kezdéssel, majd szombaton este 8-tól is megmérkőznek ugyanott a csapatok. A döntő harmadik és negyedik felvonását már Miskolcon teljesítik a felek, 27-én kedden 18 óra 30, 28-án szerdán pedig 20 óra a kezdési időpont. Sarkvidéki hidegértel térségünket folyamatosan dolgoznak Miskolc útjain. Az országban másodikként áldozott segítőközpont nyílt Miskolcon, a rászorulókon segítenek. Szabadidőközpont épül a Lévai gimnáziumban, uszoda és tornacsarnok is lesz benne. Ez volt a Miskolc ma. Friss hírekkel kedden este 6 órakor várjuk Önöket ismét. Addig is olvassák híreinket folyamatosan frissülő online hírportálunkon a minap.hu-n. Ugyanitt riportjainkat is újra nézhetik. Várjuk észrevételeiket is. Írjanak nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. A következő napokban még télies lesz időjárásunk, de hétvégétől érkezik az enyhülés, jövő héten pedig a tavasz. A részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Híradót készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!